Na nézzük, hogyan viselkedett az az utazó doboz vagy paletta az elmúlt napokban, nem nyitottam ki, és a benne lévő Pannon Color festék, tempera, guas festék, az hogyan és marad nedves. Ezt fölhajtjuk, kiemeljük, ez ugye a víztartály. Hát erről az oldaláról nagyon jól néz ki. Nyissuk ki. Mit látunk benne? Hát ez csak a szokásos rárakódás. Ja, hát ennek a módszernek, hogy azért ez egy probléma, hogy bármit csinálunk, ez mindenképp ilyen. De már itt lehet látni, hogy nedves. Igen. Feltehetően belül is nedves lesz. Bontsuk ki. Itt a fedlap. És szép nedves. Hopp! Valami érdekeset látok. És belenézve a tégelybe, azonnal látszik is. Kettő festéken gyönyörű szépen kifejlődött két kis penésztelep. Az egyik ez a sötét kármin, ez Pannon Color festék mindegyik, sötét kármin és az olajzöld. A többieken nem látom, de ezen a kettőn kifejlődött, igen, hopp, dehogy nem, ezen a pirosas barnán is kifejlődőbe van, de még csak egy kis mértékbe. A többieken nincs, de nincs is jelentősége, mert ez várható volt, sajnos nem volt várható, mert ebbe a spritznibe én valamennyi alkoholt tettem, pont azért, hogy az alkohol meggátolja a penész kialakulását, de ezek szerint ez a, hát körülbelül ez egy ilyen 25-30%-os, vagy talán még annyi, a, hiába van ide 70%, ez nem 70%-os volt. Ez ezek szerint ennyi, ez nem elegendő. És hát a penész az bizony kialakul, és ugye azon töprenghetnénk, hogy miért alakulhat ki penész egy festéken, mit tud ezen a gomba táplálék anyagul felhasználni? Hát a dextrint. Vagy gumi arabikumot. A gumi arabikum az akácfának a nedve, valamilyen akáciáknak a nedve, nem tudom pontosan, de az egy teljesen ehető anyag, még élelmiszerre, ipar is használja. A Pannon Color nem gumi arabikumot használ, vagy legalábbis nem csak gumi arabikumot használ, hanem a dupusra is rá van írva, hogy a kötőanyaga a dextrin, a gumi arabikum meg sincs említve. A dextrin az meg teljesen közönséges keményítő. A keményítő pedig krumpliba van, gabonafélékbe, szóval az is egy tökéletes tápanyag, emberi fogyasztásra is dextrint eszünk nap mint nap a kenyérbe. Például a héjába, a kenyér héjába van sok dextrin, az a barna rész.
Tehát mivel tápanyag van, ennyi alkohol nem elegendő, erre ki kell valami módszer találni. Hát most, amit én itt most hirtelen meg tudok próbálni, az, hogy ezt a réteget ezt leszedem. Ugye erre van nekem rendszeresítve ezek a kis pálcikáim. A gombaspórák mindenütt ott vannak körülöttünk, tehát ezzel együtt él az emberiség évmilliók óta. És igen, hát annyit tudunk csinálni. Ezt nem akarok kidobni. Jó, hát most azt tudom csinálni, hogy ezt itt leszedem. Miért mondtam azt, hogy a gombák mindenütt, a gombaspórák mindenütt ott vannak? Hogy tulajdonképpen az, hogy kiszedni teljesen, lefertőtleníteni, annak semmi értelme, mert a gombák azok mindenütt ott vannak, a gombaspórák. Amit érdemes megtenni, hogy innen, erről a felületről ezt a gomba telepet azért leszedem, hogy ne keveredjen a festékbe bele. Jó, ezt a telepet leszettem. Állítólag, ha az ember minden nap használja ezt a festéket, hát ez lehet, hogy nem is gombatelep, de azért ezt is innen leszedem. Úgyhogy nincs semmi jelentőség, hogy melyik színen alakul ki, mert a dextrin kötőanyag mindegyikbe benne van, tehát nincs semmi jelen, azért nincs semmi jelentősége, hogy melyik a szín. Ez most valószínű véletlenszerűen alakult ki, hogy ezen a két, az olajzöldön és a sötét kárminon jelent meg ez a gombatelep. Amit fogok csinálni, miután leszedtem, az az, hogy denaturált szesszel fogok rácsöppenteni, és úgy lezárom. Tehát a lényeg az, hogyha az ember minden nap használja, ugye, mert én ezt használtam, amikor megtöltöttem, onnantól kezdve, ha minden nap használjuk, akkor nincs probléma, vagy legalábbis úgy látom, hogy nem, nincs ideje a gombának kialakulni, mert igaz, hogy lezárom, de egy nap alatt valahogy nem tudott kialakulni, de így, hogy most már 2-3 napja én ezt nem nyitottam ki, így volt ideje ebbe a 100%-os páratartalomba tökéletesen kialakulni a kis gombatelepnek. Hát ez teljesen közönséges penész, ami ráadásul ugye gombaölő hatású, és ha jól emlékszem, az első világháború után Fleming fedezte fel a gombaölő hatását, és azóta is a gombák gombaölő hatása menti meg sok millió ember életét a gombás fertőzésektől, úgyhogy nem kell a
penésztől félünk. Egy orvos még azt is mondta nekem annak idején, azon az meglepődtem, hogy hogy a penészes kenyér, hát nem lesz attól semmi bajunk, hiszen miért lenne, úgyhogy na mindegy, ennek ellenére a fogyasztási élvezeti értéke a penészes kenyérnek nem olyan nagy, úgyhogy ezt csak érdekességként említem, hogy nem kell rettegni a penésztől, mert ez nem olyan penész, mint ami a nagy károkat okozna. Ugye vannak más gombás betegségek, de nem szabad összekeverni, hát millió meg ezer gombaféleség van, ami itt megtelepszik, az a közönséges penész. Na jó, vagy azt is mondhatnám, hogy gas penész. Jó, akkor ezt letisztogattam, és azt is mondhatnám, hogy kész vagyok, azért annyit megteszek, mert ezen a kis fedélen is láttam, itt. Hát, lehet, hogy ez nem penésztele. Igen, ez nem az. Bocsánat, ezt elnéztem. Tehát meg lehet tenni, hogy ezt is letisztogatjuk. De én nem látok ennek nagy jelentőségét. Na, hogy fogom? Mit próbálok ki? Van nekem itt egy nagy adag denaturált szesz. Van hozzá a csöppentőm, ebből most kiemelek egy adagot. És ebből a denaturált szeszből fogok én mindegyikbe csöppenteni. Ez a denaturált szesz, ez amit itt most lehet kapni, ez etanol van benn, vagyis etilalkohol. Ami szinte azonnal el is párolog. Tehát azért ez nem víz. Jó, hát most ezzel lekezelem, és akkor erre a... ezekre is benedvesítem itt, hogy... Úgyhogy most egyelőre ennyi kezelést alkalmazok. Ide is át folyatom erre a tetőre, most le is moshatnám, de jó, úgyhogy most ezt lefedem, és akkor pár nap múlva megnézem, hogy újra kialakul-e a penész, vagy ez az etanolos kezelés, ez elegendő volt. Jó, azt mondja, hogy mindig ugyanúgy érdemes visszatenni, ahogy volt. Megmondom őszintén, azért igazából ezt a... azért nem nyitogatom állandóan, mert valójában én már nem vagyok annyi... hát jó, hát mondjuk nem is utazok annyit, hogy én nekem ez kelljen. Most egyelőre nagyrészt idehaza festek, és itt nincs jelentősége. Meg hát nem csak a panonkolor festékekkel, tehát nem csak azokkal a festékekkel dolgozom, amik ebbe a készletbe vannak. Ezért van az, hogy... hogy nem csak ezt használom, sőt, most nem is használtam pár napig, ezért volt ideje a gomba kialakulásnak. Hát, bármit csinál az ember,
Oké. Akkor ezt most így félreteszem, és a másik gyakorlat, amit szeretnék kipróbálni, az pedig, egy pillanat, megmosom a kezem, az pedig az a gyakorlat, hogy ez a nedves, ez a stéve technika, amit már egy másik videóban bemutattam. Na most azóta én találtam azt, amit már akkor is kigondoltam, hogy valószínű, hogy a cellofán erre a célra sokkal inkább megfelelő. Igen, ez a baj ezzel a technikával, hogy minden tiszta, ilyen maszat lesz. Úgyhogy. Na mindegy. Szóval, hogy ezzel a cellofán az valószínű, hogy sokkal jobb anyag, mert vízre teljesen meglágyul, ugye átereszti a vizet, tehát, és akkor ezt használni erre a célra. Úgyhogy most ki is próbálom, benedvesítem ezt a. Úgyhogy ezt most benedvesítettem, nem tocsog a víztől, és akkor ebből a cellofánból, ugye ez ele, szerintem ha ezt így négy részre vágom, ez kb. Elegendő is kell legyen. Ez közönséges befőzési cellofán. Tegnap vettem a. Bevásárlóközpontba, egyik boltba. Van, és akkor ezt négy részre vágom. Akkor nézzük, hogy működik. Aha. Azért ezt is érdemes akkor az egészet benedvesíteni. Most ezt teljesen benedvesítettem, és úgy tűnik, hogy tökéletes dolog lesz ebből. Egyetlen baj van vele, hogy hát ez kék. Hát hogy lehet színeket keverni kék felületen, úgyhogy lehet, hogy érdemes kombinálni a kettőt, hogy teszek sütőpapírt is. Persze azt is benedvesítem. Az lenne az igazi, hogyha ez a Vileda kendőt, vagyis a Vileda szivacsot lehetne fehérbe is kapni. Tehát most ezt a sütőpapírt is benedvesítettem, és akkor erre teszem rá a cellofánt. Persze ez így már akkor már egyre macerásabb. Jó, és akkor mégse annyira brutál kék, de hát ezért ez is. Hogyha lehet kapni stévet, eszköz 40 euróba kerül. 44, majdnem 50 euró. Majdnem 20 ezer forint. Szóval ráadásul az egy ilyen viszonylag nagy tábla.
Na mindegy, hát ez van most, az lenne jó, ha ilyen fehér szivacsot lehetne kapni, akkor lehetne azt mondani, hogy tökéletes. Mert hát olyan sokat nem segített most ez a papír. Na mindegy. De előveszek most. Ott van már nekem. A másik palettám. És itt egy ecset, és akkor ebből veszek ki egy kis mondjuk mi ez? Okkersárga szint. Azt hiszem ez Winsor Newton. Okkersárgát. És akkor csinálok belőle olajzöldet. Akkor veszek innen egy kis zöldet. Hát igen, nagyon szuper. Tehát ez a cellofános megoldás, hát ez úgy tűnik, hogy sokkal stabilabb, mert ugye az volt az eredeti probléma, hogyha sokat sikáljuk ezt a felületet, ez a papír, tehát a sütőpapír is, meg a másik papír is, a pergamen papír, ennek a felületéről, így ezzel a mozdulatok a sikálásra, azt így hívom, erre ilyen kis mikro papírrészek följöttek, és az, hát nagyon hülyén nézett ki. Viszont itt ezen a cellofán felületen itt most a maga az egész felület, ez teljesen nulla részt használ föl. Úgy értem, hogy nulla részt, hát hogy nem, sokkal simább, tényleg olyan, mintha valami. És elvileg igen, ez a cellofán, ez tartja a nedvességet alulról, kapja is, és akkor most így bekevertem egy adag olajzöldet okkerből és zöldből Winsor Newton festékek. És hát akkor ezen a felületen én azt várom tőle, hogy ez nem szárad ki, nem szárad ki olyan gyorsan, mert alulról kapja a nedvességet ettől a szivacstól. De igen, tehát itt lehet látni, hogy ezeket én itt már jó pár napja, ez így van, ez nem penészedetben, mert ezt minden nap használom. És ezek tényleg nedvesek maradnak. Tehát tegnap az nem szárad vissza, pedig itt ezek a festékek a jobb oldalon, ezek PVA vas. Mi az a PVA? Itt van. Ez egy PVA gvas. Mi az a PVA gvas? A PVA gvas, hát most egyelőre úgy tudom, csak a Szent
Péterváry cég, Nyevszkaja Palitra gyártja, ez a PV-agvas, tehát ez a Masterclass Tempera. És ami itt van, az ez az a fehér, és ez attól PVA-gvas, hogy ugye ők temperának hívják a oroszul, mert a temperának, a klasszikus temperának az az egyik elve, hogy száradás után nem oldható vissza, így aztán akkor a tojás tempera az egyik, és a másik pedig a műanyag alapú, műanyag kötőanyagú temperák. Így például az, amit úgy hívnak az angolok, hogy akril gvas, az igazából akril tempera lenne annak a helyes megnevezése, mert ott ez az akril polimer műanyag. Igen, itt szépen látszik, hogy így nem szárad be. És még ide is húzok, így direkt szétkenem, és aztán majd lezárom, és akkor meg fogom nézni hónap, hogy, vagy ma este késő, jó pár óra múlva, akár így is, hogy itt kint hagyom. De hát akkor biztos, hogy azért valamelyest kiszáradt, tehát hogyha, mert akármit veszünk, hát azért ez valamelyest csak párolog, ha bár pont ez a lényege, hogy amíg nem csukjuk be a dobozt, addig addig ez így marad-e, nedvesen marad-e. Na, tehát ez a PVA tempera, azaz ennek az akrilgvashoz hasonló elvek alapján ennek ez a PVA, az a, mit a ragasztó, ez a PVA ragasztó, ez a polivinil acetát, vízben oldható ragasztó, na, zseniális ötlet, ez a kötőanyaga. És persze egy nagy kérdés, hogy egy ilyen titánfehér megpenészedik-e, hiszen ebben nincs semmi. Ugye PVA a kötőanyag, titánfehér az biztos, hogy nem fogyasztható, tehát lehet, hogy ezek a festékek, hogyha ilyen tubusokba raknám ki, csak nedvesen kell ott is tartani, nem szabad, hogy kiszáradjon, mert ez, ha megszárad, ugye maga ragasztó, benne van a kötőanyag, ez már nem oldódik vissza, hasonlóan, mint az akrilgvas. Ezért én még nem láttam olyan videót, ahol bocsánat, akrilgvast ilyen tégelyekbe tárolva használtak volna, mint ahogy itt nekem van. Tehát itt lehet látni, hogy ezekbe a kis rekeszkékbe, ez sima Winsor Newton, ugye ebbe gumi arábikum a kötőanyag, tehát egy klasszikus gvas festék van, és hát ez itt így nem is szárad ki, és ha véletlenül ki is száradna, az se probléma, ugye itt a szélére így rászárad. Tehát, hogy lehet, hogy az egész nem szárad be, de a szélére ide rászárad. Ez a sima temperára nem probléma, bocsánat, a sima gvasnál, a klasszikus gvasnál nem probléma, mert ez visszaoldódik vízzel. Ez már nem oldódna vissza, tehát ezért, tehát sem a gvas tempera, vagyis akril gvas, bocsánat, gvas tempera, szóval akril gvas vagy akril tempera, az nem, sem ez a PVA tempera, ez nem oldódna vissza, tehát az ott örökre elveszne. Viszont nagyon érdekes, hogy itt ezen, ez mind, ez a ilyen PVA tempera, ez itt mind olyan, és ezek még mind újra használható festékek lennének. Na, ez lett volna itt a rövid videó lényege. A penész eltüntetése, a penész esedési probléma, a cellofánpapírnak a használata, mint
stave-et, azaz nedvesen, maradjunk nedvesen, megoldás, házi megoldás van, illetve a PVA alapú tempera használata, apa szerzett tapasztalatok.